Hétfőn még fizetni kellett a parkolásért Szekszárd belvárosában, szerdától, vagyis április 1-től viszont már ingyen lehet parkolni a város egész területén. Az erről szóló döntést Ács Rezső, a település polgármester a hét első napján hozta meg. Azt mondja, a forgalom ugyan csökkent a koronavírus miatt, ám még mindig sokan használják az autóikat. Az ő mindennapjaikat akarja az önkormányzat így megkönnyíteni. Április 1-től 6-30-ig lesz ingyenes a parkolás Szekszárdon egyelőre, és akkor meglátjuk, hogy a három tapasztalatai alapján érdemes ezt továbbvinni, vagy hogy alakul a válsághelyzet. Én azt gondolom, hogy ezt továbbiakban is fogom vállalni, hogyha szükség lesz rá, hogy a szekszárdiak számára térítésmentes legyen a parkolás, és nem csak a szekszárdiak számára, hanem aki vidékről jön be, számukra is. Az ingyenes parkolás mellett számos intézkedést hozott meg a város polgármestere az elmúlt hetekben a vírus terjedésének lassítása érdekében. Ezek közül az egyik a szekszárdi közterületek fertőtlenítése volt. A munka már pénteken elkezdődött, a héten pedig folytatódik. A kis autó, amelyik a fertőtlenítőt kiutatja, már a mai napon dolgozik. Nagy utok holnaptól, holnap utántól kezdik el a munkát, és a teljes város vonatkozásában az utakat, illetve a járdákat is szeretnénk fertőtlenítő szerekkel lemosni, de ehhez azt is hozzáteszem, hogy szeretném kérni a szekszárdiak segítségét, hiszen a saját lakóépületük vagy lakóépületük környezetében saját maguk is meg tudják tenni azt, hogy fertőtlenítenek. Hétfőn a városban elindult a diákok és az óvodások ételkiszállítása is. Az első napon több mint 300 adag ebédet vittek ki az önkormányzat munkatársai és az önkéntesek. Az igény viszont várhatóan nőni fog, ezért most főként olyan önkéntesek jelentkezését várják, akiknek jogosítványa vagy esetleg saját autója is van.